four. One, two, three, four. Idén 7. alkalommal rendezték meg Mezőzomboron a 7. mezőzombori csülöknapot. Most kicsit más keretek között zajlott, mint korábban, viszont ebben az évben is szerepet kapott a gasztronómia, a kultúra és a sport is a rendezvényen. A napot a gyerekek, majd a felnőttek Szedd a csülköd névre keresztelt futóversenyével indították, amely a Sárga Borháztól indult, és a főút melletti bicikli úton szaladtak végig a versenyzők egészen Mezőzombor szívébe, akik a nagy meleg és a napsütés ellenére is energia dúsan és büszkén értek célba. A két frissítő pontos versenyen több korcsoportban díjazták a versenyzőket, a jutalmakat pedig a település vezetői adták át. Ez már a 7. Csülök Fesztivál Mezőzomboron. Két év kihagyás után sikerül, hál' Istennek, újra megrendeznünk ezt a nagyon szép kis közösségi rendezvényt. Részben a gasztronómiájé a főszerep, részben pedig a kultúrájé. Azt gondolom, hogy az emberek már nagyon ki voltak éhezve egy kis közösségi életre, amit remélem, hogy ma mindenki megkap, amit szeretne. Perceken belül kezdődik a főzőverseny, kezdetét veszi. 12 csapat méreti meg magát ezen a versenyen. Egy szakértő zsűri fogja majd osztályozni és értékelni az elkészült csülkös ételeket, hiszen mind a 12 csapat valamilyen fajta csülkös ételt készít. Utána pedig a nagy színpadon a kultúrájé lesz a főszerep. Neves előadók érkeznek hozzánk, Nem az a lány és Sophie Herceg, Chris Rudy, Kunu Mário, igen, illetve Jude Law, és róla külön kell, hogy beszéljek, hiszen ő Mezőzombor szülötte, ráadásul az én szomszédom. És nem azért van itt, mert az én szomszédom, hanem azért, mert egy nagyon felkapott fiatal énekesről van szó, aki nagyon szép karriert fut be, és nagyon büszkék vagyunk rá, és azt gondoltuk, hogy ha egyetlen mód és lehetőség van rá, hogy meghívjuk, akkor ezt meg fogjuk tenni, és elérkezett az idő, úgyhogy ma este fel fog lépni Jude Law Mezőzomboron saját falujában. Pontban déli 12 órát írtunk, amikor a főzőverseny is kezdetét vette. A 11 csapat az ünnepélyes megnyitó után el is kezdte a finomabbnál finomabb ételek készítését. A csapatok közt járva incsiklandozó illatokkal, jó hangulatú beszélgetésekkel, tánccal és zenével megfűszerezett készülődésben lehetett része a kilátogatóknak. A térség országgyűlési képviselője, dr. Kun Zsófia is kilátogatott az eseményre, ahol ő maga is bepillantást nyert a főzőverseny rejtelmeibe, majd ünnepélyesen megnyitotta a rendezvény kulturális részét. A főzőverseny mellett a kiérkező kicsiket és nagyokat ugrálóvár, gyermekjátékok és kézműves foglalkozás is várta. 13 órától pedig a nagy színpadon a Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola tánccsoportját láthattuk. Koncertélményeket biztosító Karádi Istvánt interaktív szórakozás követte, ahol többek között a Star Deluxe Szerencsi zenekar is fellépett.
Mindeközben eljött az idő, és sorra hozták az incsiklandóbbnál incsiklandóbb ételeket a csapatok a zsűrihez, akik ugyan egy nagy hozavona után, de mégis fel tudták állítani a 11 induló közötti sorrendet. Az eredményhirdetésen több csapatot is kiemelt a zsűri elnöke, majd ezen díjak átadása után a főzőverseny nyerteseként a csülködli csapat vehette át nyereményét, aminek egyik kiemelkedő része, hogy az elkészített étel receptje bekerül a megyei identitás roadshow többi 23 nyertesével együtt egy szakácskönyvbe. Mi úgymond helyi lakosok vagyunk, egy jó kis csapat jött össze, kollégák, barátok, mi egy barna-sörös csülök-pörköltöt készítettünk, újhagymás nudlival, egy frissítőnek kapott egy kobászos uborka kaviárt, és egy ilyen tejföl habot végül is az ételünk. Azért már jó rákészültünk erre az ünnepségre, úgymond. Kicsit lehet, hogy a zsigereinkben éreztük, hogy a nyereményünk az meg lesz. Hát, de nem olyan sok időt vettett. Egy-két nap. Ez, hogy mi megtudtuk, hogy bekerül a receptünket, ez valami fenomenális, hát csodálatos. Nagyon örülünk neki. És örülök, hogy zombori lakos vihet el. Én mezőzombori vagyok, és csak így tovább. Hajrá, Zombor! Csizmazi László vagyok, a budapesti Menza étteremből. Én voltam a zsűri egyik tagja itt a mezőzombori csülökfesztiválon, annak a csülökfőző versenyén. 11 csapat indult. Megmondom őszintén, hogy meglepetés volt, hogy nem volt olyan étel, ami nem lett volna jó. Tehát mindegyik abszolút átment minden kritériumon. Nehéz volt az első 3-4 között dönteni, tehát próbáltunk igazságosak lenni. Az első helyen holt verseny volt, és utólag egymás között beszéltük meg, hogy melyik legyen miért az első és a második helyzet. Az első helyzetnek az étel nagyon ötletesen volt összerakva. Látványos, szerintem még a mai kicsit modernebb gasztronómia elvárásainak is megfelel. A második helyzet egy sokkal tradicionálisabb étel, ami olyan szempontból volt érdekes, hogy saját maguk készítettek hozzá kovászolt káposztát, és azzal készült egy székely káposzta, ami szintén nagyon finom volt. Ők voltak az első, de a többieknek is abszolút jók voltak az ételei. Tök jó a hangulat, nyár van, meleg van, kicsit ez néha egy kicsit sok is volt, bár úgy, hogy mindenhol kínálgattak pálinkával, mert itt szokás. Mesz Tamás vagyok, a Kasztán Group szakmai igazgatója. Ez egy budapesti cég, mi éttermeket üzemeltettünk a város frekventált pontjain, meg egy szállodát, és ezeknek az étterméért vagyok felelős, a szakmai munkájukat én irányítom. És ma ugye zsűri elnökeként voltam a Csülök Fesztiválon. Nagyon izgalmas ételeket kóstolhattunk, 11 csapat vett részt a versenyen, és mind a 11 csapat komolyan vette. Ezt és tényleg egy jó csülökételt készített. Tehát igazából nem azt tudtuk értékelni, hogy ki nem volt jó, mert minden étel jó volt, hanem igazából próbáltunk egy olyan rangsort kitalálni, hogy ha rangsorolni kell ezeket az ételeket, akkor hiszen ez egy verseny, hogy tudjuk rangsorba állítani. Engem személy szerint is, és kollégámat is, Lacit is, ugye az izgalmas dolgok, az egyediségek, vagy azok érdekeltek a legjobban, akit láttuk, hogy a legtöbb munkát tette bele, tehát valóban kitalálta, hogy ő mit is akar csinálni. Ezeket magasabbra értékeltük, hiszen látszott, hogy ők ezt nagyon végig gondolták, hogy mit is szeretnének csinálni. Az első helyzetétel az kifejezetten ilyen étel volt. Az egy olyan étel volt, amely bármelyik étterembe, tányéron vendég elé tudunk vinni, hiszen egy nagyon attraktív étel volt, nagyon-nagyon figyeltek a tálalásra, és tényleg benne volt minden, ami egy igazi professzionális étel benne kell legyen. Volt benne ropogós, volt benne sav, volt benne hús, volt benne szénide. Tehát egy nagyon-nagyon attraktív tányér volt, tehát ez döntött az ő javukra, hogy tulajdonképpen ők nyerték ezt a versenyt. De nagyon izgalmas dolgokat, tehát volt olyan étel, aki kovászolt káposztát készített saját kovásszal, és úgy kovászolta le, és készített egy ilyen savanyított csülkös káposztát, ami megint egy nagyon jó ötlet volt.
És hát nagyon tetszett az, aki az idényanyagokkal dolgozott, tehát például az, aki lecsóval készítette el a csülköt, mert ez sem egy szokványos recept, úgyhogy ezeket emelném ki, de tényleg azt láttam, hogy nagyon jó hangulat volt, mindenki jól is akarta magát érezni természetesen, de nagyon finom ételeket készítettek, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas versenyt láttunk. Az est továbbiakban olyan fellépőkkel folytatódott, mint Nem az a lány és Sophie, Herceg, Kunu Mário, vagy éppen nem utolsó sorban Chris Rudy. A nap sztár vendége a helyi származású Gyurló volt, aki egy másfél órás élő koncerttel szórakoztatta a nagy érdemű közönséget. A csülöknap záró akkordjaként pedig egy jó hangulatú retro diszkón vehettek részt a még bulizni vágyó emberek. De induljunk kor, sose adjuk fel. Csere, figyelj, ti jöttök? Üzenem a magas a gyűrű, komoly tenyőnek. Kimehet a fények, mire féltek tőlem a nélek. Aztán is teszem a dolgom, tehát az minden klub, yeah. Reggaeton lázban az ország, ez az én nem a hatfut. A stúdiókat járva, a lányokat látva. Bedobog a szívem, bejött az élet, azt hiszem. Tetszik, ahogy táncol, tetszik, ahogy járja. Nem olyan, mint a többi, nem fehér a mája. Kicsit majd... Ezről ilyen az zenét, húrá-lá-lá-lá-lá. Még egyet húzunk rá, az az testvérnek saján. Gyorsan még egyet, vagy nem alok! Húrá-lá-lá-lá-lá. Húzunk még egyet rá, mielőtt még megbánnám. Vagy egyet gyorsan húzkodnám. Lilla, lilla, a szél a mi már. Testvérem megcsináltuk, a nevünket kiáltják. Nézd csak, hogy házzák, gondolják, úgy imád. Ti vagy a fekvaj a kéz is, taps, 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 taps. Elszállj egy és a csókot lép úgy éget. Már nem kísért meg új érzés. Aló! És nem hiányzik más, hogy bölcs a szív, s a más irányba téved. A vágyak színes tengerén. Na mi leszek ezekkel? Addig tudlak szeretni, ameddig találok hibát a rendszerben. Hogyha rossz akarok lenni, miért ne? Hogyha el akarom rontani, miért ne? Hogyha meg akarom menteni, miért ne? Nem vagyok jó gyerek, mondd miért. Hogyha rossz akarok lenni, miért ne? Hogyha el akarom rontani, miért ne? Hogyha meg akarom menteni, miért ne? Nem vagyok jó gyerek, mondd miért ne? Nagyon jól esett, amúgy tényleg ez egy ilyen tök jó érzés volt. Alapvetően akik itt voltak, meg akik alapból a szervezőgárdában vannak, azok a valamilyen szinten azért a nagy százalékukkal van egy ilyen személyes kapcsolódási pontom, vagy ha már ismerem őket gyerekkoromból. Úgyhogy azért ez tényleg egy ilyen, ez egy sokkal személyesebb módon indult ez a megkeresés, mint egyébként a többi koncerten vagy a többi fesztiválon szoktam lenni. De mindenféleképpen jó volt. Szürreális. Ilyen szürreális érzés volt. Nem tudom, valahogy, hogy tudod, annyiszor láttam már mondjuk ebben a kivágatban mondjuk ezt a részét a falunak, mondjuk ezeket az utcákat, vagy mondjuk éppen mondjuk ezt a kertet, ahol mondjuk itt most felléptem. De így még nem. Tehát mondjuk így még nem, és én nem is képzeltem el soha, az az igazság. Ezért úgy, hát tényleg eléggé szürreális. Főleg az volt nagyon fura, hogy tudod, amikor így itt azért jobban ki tudok venni arcokat, mert ez egy kisebb közösség, ez egy kisebb helyszín, mint mondjuk egy, nem tudom, egy mással, egy fesztiválban, vagy bármi. És az azért az nagyon fura, amikor kiveszed ezeket az arcokat, és így azért majdnem minden harmadik embert vágom, tudod? Tehát, hogy ránézek, és egy jó téged így ismerlek valahonnan. Úgyhogy jó érzés volt.
gyorsan. Nézni vele a rafelkelti, de meg kell érnem, menjen gyorsan. Nem írok haza, másnap megveszem, akkor néz ki. De ne mondjatok le! Mondjatok le rólam, léci. Nem mondjatok le, nem 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 mondjatok le rólam, léci. Csak nem mondjatok le, nem mondjatok le rólam, léci. Visszavizod, amikor nem szabad semmi. Visszavizod, amikor fel akartam ülni. Csak gyere maradj még. Visszavisz oda, mikor fel akartam nőni.